az a nap, mit az Úr rendel, mit az Úr rendel. Örvendjünk, végadjunk e napon, örvendjünk, végadjunk e napon, mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretetben köszöntelek benneteket ezen a csodálatos októberi őszi szombat délutánon. Itt Tuttlingenben mindazokat, akik eljöttetek akár helyből, akár a környékről. Ahogy Ramonával ide hozzátok megtettük az utat, a természet egyszerűen elvarázsolt bennünket. Csodálatos az ősz, amikor ezernyi, szinte megszámlálhatatlan színben pompázik, és üzeni mindannyiunk számára, ilyen gazdag a Jóisten emberek iránti végtelen, határtalan szeretete. És mindez bennünket örömre hangol. Éppen úgy, ahogyan a 104. Zsoltár 3.-4. verse biztat bennünket, amely egyben a szentmisének kezdő éneke is. Az Urat kereső szívek örvendezzenek, keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig. Mennyire jó tudnunk azt, hogy a Jóisten végtelen ajándékozó szeretetében várja a velünk való találkozást. És csak is kizárólag rajtunk múlik, hogy találkozunk-e vele. Hogy keressük az ő arcát, keressük a vele való találkozás lehetőségét. Örömünk éppen ennek szól. Hogy a mai délutánra szabaddá tudtuk tenni magunkat, és éreztük lelkünk mélyén azt a fajta benső késztetést, hogy együtt legyünk, és örömünknek így közösen adjunk hangot. A szentmisét egyéni szándékokra ajánljuk fel, és engedjétek meg, hogy az egyéni szándékokon túl én felajánljam közösségünk, egyházközségünk beteg testvéreiért, különösképpen a hálás szeretet jegyében imádkozunk Melinda titkárnőnk gyógyulásáért, felépüléséért. Egy nagy, nehéz műtéten van túl, és ahogyan több alkalommal Melindának elmondtam, mi az imádságunkat tudjuk ajándékozni hálánk és segítő szeretetünk jeleként. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Irgalmazz, Uram, irgalmazz,
Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Tiéd a dicsőség és imádás, elemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved. Tiéd a dicsőség és imádás, elajánljuk kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel. Veled senki nem ér fel, ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel. Veled senki nem ér fel, hatalmas. Látjátok, hogy ifjúsági énekeket hoztunk el orgona kísérettel, erre van most lehetőségünk. Azért is gondoltuk, hogy ezeket az énekeket hozzuk el Ramonával nektek, hogy itt is hangzadjanak el ifjúsági éneket, nem csak más közösségünkben. Könyörögünk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet, add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Addig is, míg Kati megérkezik, hadd mondjam el, hogy az Ószövetségi Szentírás egyik gyönyörű, reményt és vigasztnyújtó üzenetét fogjuk hallani. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok. Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Íme, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm, a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülőanyákat is. Nagy sereg lesz, amely idejé visszatér. Könnyek között jönnek, fohászkodás között vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyává lettem Izraelnek, és Efraim az én elsőszülött fiam. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megtérő tud lenni a tudatlanok és a tévegők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. Így a népért is és a saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá. Fiam vagy te, ma szültelek téged, másut meg ezt mondja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Ez az Isten igéje. Istennek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus visszaadja vak látását, az pedig követi őt. Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Tímeus fia, Bartimeus, ott ült az út szélén. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak, bátorság, gyere, téged hív. Az eldobta köntösét, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte, Mester, hogy lássa. Erre Jézus így szólt hozzá, menj, a hited megmentett téged, az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte Jézust. Ezek az evangélium igéi.
Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek! Már a szentmise bevezetőjében tettem rá utalást, hogy a mai vasárnap, a 30. évközi vasárnap egyfajta lehetőséget kínál számunkra, és abban szeretne bátorítani és biztatni, hogy a hívő ember nagy kincse, ajándéka az életében az, hogy keresni tudja Isten, mi több, rá is talál. És az ebben való öröm és boldogság, amely osztályrészű jut számomra. A szentmisének első könyörgése, és azért is tartom kezemben a kis misekönyvet, az alapvető úgynevezett isteni erények fontosságára irányítja rá a figyelmünket. Így fohászkodtunk. Mindenható örök Isten növelt bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Attól, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. Jelezve ezzel, hogy mennyire fontos a hívő ember életében a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. Miközben Kati idejött, hogy felolvassa az első olvasmányt az Ószövetségből, Jeremiás próféta könyvéből, már akkor felhívtam a figyelmeteket arra, hogy ez az Ószövetségi Szentírás egyik legreménykeltőbb üzenete és tanítása, amelyben a próféta Izrael maradékát szólítja meg, vagyis azokat, akik hűségesek maradnak, akik kitartanak a törvény iránti tiszteletben, akik számára fontos az Isten tanítása és parancsa, méghozzá olyankor mondja nekik ezt a vigaszt nyújtó tanítást, amikor távol vannak az otthonuktól. A tanítása Jeremiás prófétának úgy is tekinthető, mint a reménynek az üzenete. És amikor ezt a fajta tanítást halljuk, akkor önkéntelenül magunkra gondolunk. Volt már olyan az életedben, hogy nagyon elfáradtál, hogy elcsüggettél, hogy mindent olyan reménytelennek és kilátástalannak tartottál, hogy amikor úgy bizonytalan voltál, nem csak a mai napban, a jelenben, hanem az elkövetkező időben is. Amikor nem tudtad, hogy merre indulj el, mit kezdjél a magad életével, a rejád bizottaknak az életével. Ugye volt már ilyen időszak életedben? Hát igen. Mi több, egyfajta bátorításként és biztatásként mondom, mindannyiunk életében vannak ilyen nehézségekkel teli tüzdelt időszakok, amikor úgy érezzük, teljesen magunkra maradunk. Alkalmazva magunk életére ezt a tanítást, elmondhatjuk, hogy a mindennapok megéléséhez szükségszerűen hozzátartozik maga a remény. A remény, amely a jövőbe mutat. Amely abban erősít meg bennünket, hogy van értelme annak, amit most vállalok, és amit most teszek. Van értelme a fájdalmamnak, a szenvedésemnek, a küzdelmemnek, a munkámnak, mindannak, amiben hiszek, amit vallok. És ennek a reménynek a jutalma az Isten atyai szeretete. A választott nép jelen életét egyfajta megérdemelt büntetésként éli meg. De mégis rádöbbennek arra, mert hogy erősödik bennük a remény, hogy Isten ebből a kilátástalannak tűnő helyzetből kiemeli őket, és hazavezeti.
Nagy sereg lesz, mely ide visszatér. Könnyek között jönnek, fohászkodás közt vezetem őket vissza, forrás vizekhez vezérlem őket. Sima ösvényeken nehogy elessenek, mert atyává lettem Izraelnek, és Efraim az én elsőszülött fiam. És ha már ifjúsági énekeket énekelünk, van egy gyönyörű ifjúsági ének, egyik sora így hangzik, hogy markaimba metszettelek téged. Mint egy jelezve, üzenve, hogy Isten szeret engem, hogy vigyáz rám, hogy gondoskodik rólam. Nekem csak az a dolgom, hogy önmagamat úgy, ahogy vagyok, a magam kitettségében, gyöngességében oda tudjam vinni, oda tudjam kínálni életem. Örülök, hogy a válaszol Zsoltárban ismételgethettük a választ. A 125. Zsoltárból hangzott el a vigaszt nyújtó üzenet. Hatalmas dolgot művelt az Úr védünk, azért szívből ujjongjunk. És pont a fogság idejének a nehéz, sanyarú helyzetéről ír a zsoltáros. Midőn az Úr hazahívta Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Mindannyiunknak vannak álmai. Reményteli szép álmaink, de ugyanakkor nyomasztó és lidérc álmaink is. A nyomasztó és lidérc álmok, amelyek megülnek bennünket, amelyek reménytelenséggel töltenek el bennünket. A zsoltáros azt mondja, hogy adj helyet a szívedben a szép, a jó, a reményteli álmoknak. Hiszen akkor megtelt örömmel az ajkunk, a nyelvünk ujjongással. És akkor mi úgy szóltunk egymáshoz, az Úr nagy dolgot művelt velünk, hatalmas dolgot művelt az Úr velünk, ezért szívből ujjongunk. Sírva viszik a magot, amikor vetni indulnak, de ujjongva jönnek. Jönnek és hozzák kévéiket. Örülnek a termésnek. Örülnek az aratásnak. És ilyen a magunk élete is. És erre a reménykültő üzenetre éppen akkor van szükségünk, amikor nagyon kilátástalannak érezzük, tartjuk sorsunkat. A Szentecke, a zsidókhoz írt levélből egy részlet, amely arról szól, hogy Jézus a mi örök főpapunk, aki megértő tud lenni az emberek iránt. És itt ezt a jelzőt szeretném kiemelni, hogy megértő tud lenni az emberek iránt. Vagyis megértő tud lenni irántam is. Irántam, irántad, aki tele van emberi nyomorúsággal, tele van fájdalommal, tele van kudarcok sokaságával. Érdekes mód, a zsidókhoz írt levélnek szerzője azt is üzeni, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt várja el a jelenkor papjaitól is. Érdekes ez a felismerés és kijelentés annak fényében, hogy jelenkorunkban egy nagyon érdekes profilt próbálnak megrajzolni a lelkipásztorokkal kapcsolatosan. Mi egy lelkipásztornak a feladata, a küldetése a közösség életében? Jó menedzser legyen, jól intéz az egyházközségnek ügyes, bajos dolgait, rendelkezik kiváló szervező képességekkel és adottságokkal? Elsősorban nem. A lelkipásztor feladata az áldozatbemutatás, az eukarisztia ünneplése. És mi anyanyelvű közösségként elmondhatjuk büszkén itt, ebben az egyházmegyében, hogy egy kicsikét lelkipásztor függő közösségek vagyunk. Ahol bennünket hónapról hónapra itt Tuttlingenben az eukarisztia ünneplése gyűjt egybe. És hogy ezért ti egyénileg milyen áldozatot vállaltok, mekkora utat tesztek meg,
Ti magatok tudjátok nagyon jól. A lelkipásztor feladata és küldetése közössége életében, hogy Isten előtt képviselje a reábízott testvéreket, az egész közösséget. Azért is fohászkodtunk úgy a szentmise kezdetén, hogy ebben a végtelen értékű szentmise áldozatban imádkozzunk, közben járunk egyházközségünk beteg testvéreiért. Ez a mi keresztény szolidaritásunk, hogy tudjuk, egymással szemben felelősséggel tartozunk. A lelkipásztor élete, és nem csak a lelkipásztor élete, és ezt a gondolatot már a múlt vasárnap is igyekeztem kihangsúlyozni, az úgynevezett proexisztencia, a másokért vállalt élet. Na de ezt teszitek ti magatok is, a családban, hitves társak, amikor felelősséget vállalnak a családtagokért, a hozzájuk tartozókért, amikor egy közösségben, akár munkahelyi közösségben, más jellegű közösségben szintén felelősséget vállalunk egymásért. Mindenkinek egyénileg, így a lelkipásztornak is kell számot adnia az ő munkájáról. Nem mások fogják őt elszámoltatni. És ez érvényes rátok is. Ti magatok egyénileg adtok számot a magatok munkájáról, amelyet felelősségben, hűségben és odaadásban végeztetek el. Nem mások fognak benneteket erről elszámoltatni. És hogyan tegyük meg mindezt? A szeretet isteni erényének jegyében. Így leszünk igazán másokért élő emberek. Ismerős volt-e az evangéliumi történet? Sokszor hallottuk már. Bartimeusról, vagyis Timeus fiáról van szó, aki egy vakkoldus. Nem egészen világos a szöveg összefüggésből, hogy vakon született, vagy időközben lett vakká, vagyis veszítette el látását. De voltak éppen a történet szemszögéből, és maga az üzenet szemszögéből, ez egyáltalán nem fontos. Sokkal inkább fontos az a tény, vagy az a felismerés, hogy a vakkoldus Bartimeus életéből hiányzik valami. És ebben a pillanatban már rögtön tudunk vele azonosulni, hiszen megjelenik a hiány. Mi hiányzik számára? A látásnak csodálatos ajándéka és érzéke. Hiszen a látásunkon keresztül szerezzük a legtöbb információt a külvilágról. Mielőtt ide érkeztem volna hozzátok Németországba, egy bő esztendőt töltöttem el Budapesten a belvárosi nagyboldogasszony plébánián, és ott abban a csodálatos ajándékban volt részem, hogy tavasszal indult egy jegyes kurzus, jegyes pároknak, amelyben volt egy gyakorlati feladat is, nem felejtem el, arról szólt, hogy ki kellett mindenkinek próbálnia, milyen vakon közlekedni az életben. És az volt a feladata a jegyes párnak, hogy az útnak az első részét például a vőlegény tette meg bekötött szemmel, vagy behúny szemmel vakon, mint egy rábízva magát mennyasszonyára, visszafelé pedig szerepet cseréltek, és változott a szerep, és akkor már a mennyasszony volt az, aki behúnyt a szemét, vakon közlekedett, mint egy rábízva magát vőlegényére. És amikor visszajöttek, ragyogtak a beszámolóktól, az élményektől, mert meg tudták tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor a hiányt kitölti, a látásnak hiányát kitölti a másik iránti bizalom. Hogy abban a pillanatban szinte észrevehetetlen volt már számukra az a fajta hiány, a vakság.
A vakság a látás pszichológiai vagy neurológiai eredetű részleges vagy teljes hiánya. Amikor a vakságnak ezt a fajta megfogalmazását adom, ez nem a magam bölcsessége, én is kikerestem ezt magamnak, akkor rögtön észre kell vennem azt, hogy voltak éppen én is lehetek vak. Attól, hogy látok, még lehetek vak. Mert a vakság a látás pszichológiai vagy neurológiai eredetű részleges vagy teljes hiánya. Vakká válhatok, ami azt jelenti, hogy megjelenik az életemben a hiány. Amikor nem látom tisztán a dolgokat, a következő lépést, mit kell tennem, hogyan kell elindulnom, tanácstalan vagyok, vak vagyok. Amikor csökönyös módon egy ideológiához ragaszkodom, vagy a magam előítéleteihez, különösképpen a másokról alkotott ítéletekhez. És ez a fajta vakság egy idő után megbénít. Cselekvőképtelenné tesz. A lehető legnagyobb hiány és veszély a magam életében. És akkor ízlelgessük ezt a fogalompárt. Látás és vakság. Látok? Fizikai értelemben igen. Mindazok, akik most itt vagyunk, látjuk egymást. De lelki értelemben látok? Vagy egyfajta vakság üli meg az én életemet? Mi az első teendő? És akkor térjünk vissza az evangéliumi történethez. Ebben Bartimeus mutat nekünk példát. Az első és a legfontosabb, hogy belátom élethelyzetemet. Ott, ahol vagyok, ahogy vagyok, aki vagyok. Továbbá felerősödik bennem a felismerés, hogy valamit ezzel a helyzettel tennem kell, kezelnem kell ezt a helyzetet. Nem akarok ebben a fajta lelki, szellemi vakságban maradni. Szükségem van a látás ajándékára. Érdekes megfigyelni azt a fajta elszántságot, amellyel a vak Bartimeus rendelkezik. Persze neki már nincs mit veszítenie. Nem akar vakon élni. És ezért bármilyen áldozatra kész. Lehetetlen dolgot vállal ő, amikor elkezd ordítozni, elkezd kiabálni, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Még azt is mondhatnám, hogy egy lehetetlen küldetés, egy lehetetlen vállalkozás, de mégis megteszi, mert nincs veszíteni valója. És ilyenkor megint érdemes magunkra gondolni, amikor nagyon-nagyon mélyen vagyunk, akkor ne sirassuk magunkat. Álljunk talpra, és keressük a megoldást életünk elesett helyzetében, mert biztos, hogy van megoldás. Biztos, hogy talpra lehet állni, de ezt nekem akarnom kell. Ha ott maradok a mélyben, csak sajnáltatom magam, akkor esélyem sincs arra, hogy valahogyan, valamilyen formában talpra álljak. És ekkor Jézus megáll, hiába próbálják csitítani, annál hangosabban kiabál, megáll és megszólítja őt, hívjátok ide! Akkor egyből a tömegben lévő odaszólnak hozzá, bátorság, gyere! De addig csak csitították, próbálták elnémítani, most már biztatják, bátorság, gyere, téged hív! Ő felugrik, oda megy Jézushoz, oda botorkál Jézushoz. Talán közben többször elesik, hiszen nem lát. És Jézus a nyilvánvalót kérdezi tőle. Mit akarsz? Mit tegyek veled? Azt is mondanám, bután hangzó kérdés ez Jézus részéről. Hát nem látja, hogy mire van neki szüksége? És akkor elmondja a baját. Mert ez is nagyon fontos, hogy ki mondja, mi az, ami engem megterhel, mi az, ami engem bánt, mi az, ami engem nyugtalanít. A vak ezt feleli, mester, hogy lássak. És itt jön a legcsodálatosabb része ennek a történetnek. Nem azt mondja neki Jézus, hogy legyen neked akaratod szerint és láss. Hanem ezt mondja neki, menj, a hited
megmentett téged. Vagyis Jézus azt a fajta bátorságot és hitet jutalmazza, amelyben ő kitartóan ostromolja Jézust, kiabál érte utána. A csodás gyógyulás az ő esetében már csak egyfajta ajándék. És a vak Timeus miközben visszanyeri látását, vagy újból lát, hitében még inkább megerősödik. A látás most már egyfajta jutalma addigi összes erőfeszítésének, amelyet azért tett, hogy újból láthasson. Ha még nem értem el vágyaimat, céljaimat életemben, azt jelenti, még gyönge vagyok hitemben. Hitemben kell erősödnöm. És ezt a nagy lépést sikerül megtennem, nem kell tartanom, nem kell félnem, minden álmom, minden vágyam valóra válik. Jézus engem is nevemen szólít majd, és azt mondja, menj, a hited megmentett téged. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. Ami Urunkban. Föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk a mindenható Istenhez, aki megszabadíthat minket testi és lelki nyomorúságunktól. Add, Urunk, hogy egyházad az evangélium hirdetésével és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a kutatók és a feltalálók a tudomány vívmányait az emberiség javára használják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyógyítsd meg a lelki vakságban szenvedőket, hogy meglássák az igaz tanítás fényét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezest tévejgő embertársainkat a helyes élet útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ragyogtasd fel meghalt híveidnek az örök világosság fényességét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, Szent Fiad visszaadta hozzá esdeklő ember látását, könyörögve kérünk, adj nekünk lelki világosságot, hogy eljuthassunk hozzád Krisztus, a mi Urunk által. Foglaltok helyet, Erikát megkértem, hogy ne menjen még el. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy megérintette valami a mai elmélkedésből. Gyere közelebb. Igen. Arra gondoltam, hát elgondolkodtam, hogy hiába, hogy látunk, de azért mindig nem csak a szemmel látni kell, hanem a szívvel is. Szívvel is. Most, hogy ide kijöttél, bennem egy másik gondolat fogalmazódott meg veled kapcsolatosan, vagy veletek kapcsolatosan. Nevezetesen, amikor most, nem is tudom, egy éve, másfél éve munkahelyet változtattál. Hogy milyen volt az időszak, a küzdelmes időszak volt az életedben? Igen, nagyon nehéz volt, de bátorság kell, és hit abban, amit teszünk, hogy meg tudom tenni, és sikerült. Igen, sikerült. Még mindig, nem könnyű, de
Jó úton vagy. Jó úton vagyok, és hiszem, hogy jó lesz. Igen, legyen ez biztatás mindannyiunk számára, Erikának a személyes példája is, hiszen ezt a fajta egyéni harcot, ezt mindannyian a magunk helyén és a magunk módján megvívjuk. Köszönöm szépen, hogy megosztottad az érzést. Jó. Szeretet áradjunk össze, szeretet jöjjön bennünk, együtt öltsön el minket. Én Úrunk, a megyünk testén, imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadj szívesen áldozati adományainkat, amelyeket fölségednek fölajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nekünk, ki akaratos szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elveszítettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és egy szívvel énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek, Ura Istenem, dicsőséget betöltél a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, add meg a teljes egységet, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten baranyó, te elveszed a világ bűneit.
világ bűnei. Irgalmaz nekünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit. Adj nekünk, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó. Könyörögünk. Kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus a mi Úrunk által. Most a szemiség követően nem megyünk sehová, mert hogy itt most mindent foglaltak a vendéglők, ugye? Itt útközben is ilyen érdekes formába öltözöttekkel találkoztunk, úgyhogy most... Koncertünk, jó van. Nem baj, akkor most hamarabb hazamegyünk. Jó. Ami szeretnék mondani az elkövetkező hónapra, természetesen köszöntöm szeretetben mindazokat, akik október hónapban névnapjuk, a születésnapjukat, vagy valamilyen más családi eseményt ünnepelnek. A jövő hónapot illetően november 1-e minden szentek ünnepe, ez a jövő hét pénteke. Délelőtt 10 órakor Weingartenben, délután 3 órakor Ulmban, majd pedig
5 órakor Stuttgartban temető látogatás, és 6 órától, 18 órától lesz a Szent Mise. Hadd mondjam el, hogy jövő héten érkezik dr. Szakos József atya néhány napra, mondjam így az utolsó simításoknál tartunk az ő érkezésével kapcsolatosan, úgyhogy ha vele szeretnétek találkozni, akkor jövő vasárnap délután 3 órakor lehetőségtek lesz mindenképpen Stuttgartban találkozni. Remény szerint Bálingenben is, ugye jövő szombaton, november 2-án halottak napján, délután 4 órakor Bálingenben lesz Szent Misénk, ez hozzátok közel van, oda is szeretettel hívunk, várunk benneteket, lehet, hogy Józsi atya akkora már meg fog érkezni. Ez még egy kicsit most bizonytalanná vált. Akkor hadd mondjam el, hogy jövő hónapban több helyt is lesznek búcsús Szent Miséink. Elsőként november 16-án Weingartenben délután 4 órakor Szent Imre az egyházközség védőszentje, őt köszöntjük, Szent Imre herceget. A Weingarteniek üzenik, a tegnap este is ott voltam, vagy tegnap délután Weingartenben, és aztán egyik szervezővel beszéltünk, hiszen mintegy 200-an fogunk összegyűlni a szentmisét követő vacsorára. Ha szeretnétek részt venni a szentmisén és utána a vacsorán, élő zenele, Szatmár Németiből érkezik egy együttes, ugyanúgy, mint a tavalyi esztendőben, akkor sürgősen jelezzétek a szándékot, a telefonszámot, az elérhetőséget, azt megadom, Lív Csabát kell felhívni, úgyhogy sürgősen, azt mondta, néhány helyet félretettek még híveinknek, de igyekezni kell, hogyha ott akarunk lenni, mert elfogynak a helyek. Aztán november 24-én Eislingenben lesz búcsús szentmisénk, illetve a rákövetkező szombaton, november 30-án, az egy szombati nap, a Reutlingenben, amikor az ottani közösség védőszentjét, Árpádházi Szent Erzsébetet köszöntjük, Szent Margitot pedig Eislingenben. Lesznek még egyéb érdekességek is, ezeket majd a következő hónapban, méghozzá 23-án, november 23-án, amikor itt találkozunk, el fogom mondani minden bizonyossággal. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. És a mai persei adományaink az egyházmegye szándéka szerint a missziók javára történtek. Köszönöm szépen!